Üdvözlök mindenkit, nekrokrim vagyok, um, jön egy kis Call of Duty. Feltették nekem a kérdést, mert én is kérdeztem, hogy milyen videót csinálják a Call of Duty-val kapcsolatban, ezért volt végre, aki kért valamit. Szóval, ha szeretnétek valamit hallani Call of Duty-val kapcsolatban, kérjetek és megadatik. Um, de valaki kérdezte érdemes-e beszállni a játékba most már. Hát, ez egy érdekes kérdés. A Közeledünk a második évad felé. És sokat dumáltam már arról, arról a konspiráció elméletekről, hogy hogyan segít ez a játék, vagy úgy, hogyan van beleprogramozva ebbe a játékba, azt, hogy segítse a núbokat, az újoncokat, a kezdőket, és azokat, akik vásárolnak. Ezek konspiráció elméletek, oké. Okay állítólagos belső infók, videósoknak az ismerőse, akik ott dolgoznak az Infinity war nál és csináltak a, csinálták a játékot, és ezért bizonyítani nem lehet. skill-based batchmaking az van. És ezekről fontos beszélem az a kapcsolatban, hogy érdemes a játékot elkezdeni. Skill-based batchmaking az van a játékban és az nagyban befolyásolja az élményedet ö, a játék közben. És ö, teljesen őszinte leszek, a, és az élményről beszélve, mert az élmény fontos egy játékban. Mert egy szóval, egy mondattal le tudnám zárni azt, egy szóval, vagy egy mondattal le tudnám zárni azt, hogy érdemes-e most a Call of Duty-val Duty játszani, oké? Okay? Egy szóval csak annyi, hogy igen, igen érdemes. Oké? Okay. Egy mondatban pedig igen érdemes. Egy szóban igen, a másik igen érdemes. Oké? Okay. De ettől egy kicsit komplexebb, mert hogyha én azt mondom, azért mondok igent, mert élvezem a játékot. És annól, mikor mondtam, hogy szar csináltam egy videót arról, hogy rosszfék a multiban, és elmagyaráztam, hogy miért vagyok rossz a multiban, és elmagyaráztam azt, hogy egy újra, egy tanulási folyamaton kell végigmenjek ezen a játékon, hogy ennek a játéknak a sajátosságait megszokjam, hogy jobb legyek benne, és jobb legyen a siker élményem, és jelentem, azóta szignifikánsan fejlődtem. Megtanultam a játék sajátosságait. Igen, még mindig érzem úgy, hogy a játék néha nörföl. Igen, még mindig az internet rossz oldalán vagyok. De olyan módszereket fejlesztettem ki a játékban, amivel ezeket esetleg megelőzhetem. Ha jól jön ki a lépés. Ne feledd el, hogy amit én felrakok ide Youtube-ra, az egy jó játék. Én régen, mindig régen, mikor Call of Duty és Call of Duty tippek, trükköket csináltam, az volt az egyik névjegyem, hogy egy nap eseményei. Nem válogatok a gameplayek között, nem a legjobbat teszem fel mindig, hanem a nap eseményeit teszem föl. Ezért sokszor, aki nézte régen a videóimat, és ez fontos, aki nézte régen a videóimat, az láthatta, hogy napokon keresztül rakok fel videókat, videókat, de a nevek, akikkel játszom, ugyanazok azért, mert hogy a videók készültek, de valójában egy nap eseményei voltak. Értitek? Tehát játékról, játékra, ugyanazok a neveket dobott össze, ugyanazok a, ugyanazok az emberek voltak, és így tudtam őszinte lenni, és őszintén megmutatni, hogy nem vagyok szarjátékos, nem a legjobb köreimet teszem föl, hanem őszintén megmutatom, hogy ez az én skillem, és ez alapján, és ennek a jegyében magyarázok. És ez akkor nekem fontos volt, mert a kompetíció, aki videózott ugyanúgy Call of Duty-val akkoriban, tudtam, hogy a legjobb játékokat rakja föl, mint a legtöbb videós a legjobb játékokat rakja föl. Értitek? És akkor tudtam, hogy az arra próbál Call of Duty tippeket adni, hogy ú, de jó sikerült neki ez a kör, és arra majd ő megtanítja, hogy hogy van a Call of Duty. Még ha engem néztek a nézők, akkor egy esemény sort láttak, ahogy megtörténtek. Néha volt benne jó játék, néha volt benne rossz játék, de legtöbbször zsinórban látszódott, hogy jól játszom, nem magamat akarom dicsérni, de de ez volt a szekvencia, meg, vissza lehet nézni, meg van az összes Call of Duty tipp trükk videó, ami, ami csak egyszer ott létezik, és nincs benne olyan, hogy ő ez a legjobb játékom. Most már őszinte leszek, és megint csak most már a jobb játékokat rakom fel, Férértő és nehesség. Sokszor így is eltöltök egy napot a, a Call of Duty előtt, és többnyire, hogyha szólóban játszok egyedül, akkor sokszor egymás utáni játékokat láthattok. Mert hogy összegyűlik, érted? Leülök, gyűlök, leülök, lövöldözök egy napon, és sokszor lenyomok 5-6 játékos és az 5 játék pont úgy sikerül, hogy ez, az úgy lementhetem. Viszont mivel, hogy már nem olyan sűrűséggel videózom, mint régen, hogy tippek és trükkök, és minden nap felnyomtam egy videót, így megengedhetem magam, hogy a jó játékok közül is a legjobbat rakjam föl. Tehát amit te látsz most itt, az a leg faszverősebb játék, amit mit tudom én ki tudtam hozni azon az adott napon. És hogyha ez beindít téged, és ez tetszik neked, hogy anyád, de jó ez a játék, de így lehet benne játszani, ilyen kisztrik van benne, így csinálta, úgy csinálta, ha ez beindít a játékmenet, ahogy, ahogy nézed, nézel egy shipment videót, vagy valamely, hogy lehozok 5-10, faszom 20 kisztriket, Isten se tudja, lehozom, és ez neked tetszik, és bejön, sose feledd el azt, hogy ez a legjobb játékom azon az adott napon. Oké, okay? vagy talán az egyik jó játékom azon az adott napon. Oké, okay. neked még meg kell tanulni, hogy úgy játszhass, mint ahogy én játszom abban a videóban. Ebben a kontextusban gondold végig, hogy most bele akarsz-e csöppenni ebben a játékba, mert úgy leszel és már van, akinek két hónapos tapasztalata van ebben a játékban, több órás tapasztalata van ebben a játékban, és az elején szét fognak alázni. Kitartó vagy-e? Kitartó vagy-e, hogy megtanult, hogy felhozd magad arra a szintre, ahol, ahol ezt a játékot élvezni kezded? Oké. Okay. És annyira, annyira, leromlott a kádém, hogyha már itt tartunk ebbe a játékban, 0,96 igen, ennyire leromlott a kádém ebbe a játékba, és most már 1,07-nél vagyok. Lassan felépül. E, és minél ugye hosszabb ideig, minél több ideig játszol, minél több killed van, minél több halál van, annál nehezebben válik ez a balans e, ebbe, ebbe az egészbe. És lassan, de lassan hozom fel magam. Most már minden meccsemen pozitív KD van. Legalábbis 10-ből 9-szer pozitív KD-val jövök ki egy meccsen. És ez fontos. Először ezt vettem célba magamnak, pozitív KD-t hozzak ki egy meccsről. Most már, hogy ez megvan, akkor fejlesztettem a további skilleket. De persze ahhoz, hogy pozitív KD-t hozzak ki a meccsről, meg kell tanulnom a játéknak ezen sajátosságait, hogy hogyan legyek jobb. Ezért láthatod azt a videóban, amit láthatsz. Ezen neked, mint új kodjátékosnak, Modern Warfare 2019 új játékosának, végig kell menni ezen az úton, és végig fogsz menni, mert szét fognak alázni. A skill-based matchmaking lesz az ellenséged. Szét fognak alázni a skill-based matchmaking miatt, mert berak saját haszonszörű skill játékosok közé, és akkor try hard van. Ugye és akkor a legnehezebb. És nekem is így van. Tehát uh, berak a saját skill lobbimba, és ez, azok az arcok nagyon durvák. Mármint azért, mert én egy rusher vagyok, és ugye a rassalós játékmódot kedvelem, és, és ugye annak megfelelő a KD arányom, és annak megfelelő a teljesítményem a meccseken. De nem csak én vagyok így ezzel, hanem a másik 500 ezer ember, aki így játszik, mint én, na azok összekerülnek. És akkor a, nálunk, akik rásolós játékosok, azoknál arról szól az egész, hogy ráslő, reflex, célos, pontosság, átjárni az ellenfél eszén, gyorsabbnak lenni, és erről is És gondol még milyen tryhard lobbik, ami, ilyenek. Na most, ugye meséltem, hogy a skill-based matchmaking az úgy működik, hogy, hogy Lehetsző nagyjából öt meccset, ha jó a teljesítményed, bedob egy nagyobb lobbyba, ha rossz a teljesítményed, akkor bedob egy gyengébb lobbyba. Na, a legdurvább és a legszörnyűbb ebbe a játékba, hogyha lenyomsz öt jókört, oké, 1,2-3-os vagy 2-es kat összehozol, lenyomsz egy ilyet, Pedob egy, egy, egy feljebbi kategóriában. Na most az egy egyel fentebbi kategóriában nem tryhardok -ok vannak, nem. Büdös kemperek vannak. Érted, azok vannak a a kettes KD-s kategóriájú játékba, aki behúzódik a tetves sarokba, és onnan kikempeli magának a killstreak-et, és elég ügyes hozzá, és elég ügyesen lő, elég ügyesen mozog a pályán ahhoz, hogy úgy kempe, így kempe, így taktikusra játsza, így lerakja a claymore így ráverje az egész dologra, és és a kettes szintű, KD szintű lobbiknál ez kezdődik a Call of Duty-ban. És számomra ez a legszörnyűbb kod, ez a legszörnyűbb játék, amit játszhatnak emberek egy Call of Duty kategóriájú játékban, de mindenkinek saját ízlése. Ezzel is számolnod kell, hogyha a Call of Duty-ba belekezdesz. Ismerek olyan kod játékosokat, akiknek kettes plusz uh, kd jük volt, hármas kd volt általában Call of Duty-ban, az eddigiekben, de itt, 1,2-es KD-t alig bírja megtartani? Bitch, please! Ez a játék nehéz, és úton-útfélen kihívás fog neked adni. Ha elég kitartó vagy, el fogod kezdeni élvezni, és én is. Én mondjuk élveztem az elejétől, de nagyon frusztrált lettem egy adott ponton, hogy mennyire nem megy a játék, és ilyen nincsen nagyon frusztrált lettem ezen a ponton, de most már élvezem, mert megtanultam, és most már bassza meg a skill lobby, meg a skill based matchmaking, I don't give a shit, mert most megtanultam, és jó esik játszani a játékkal. Ezeket így érdemes beszállni a Call of Duty Modern Warfare 2009-ben most, ezeket végig gondolva, eldöntheted esetleg, hogy te ki elég kitartó vagy -e? mert igen, érdemes beszállni, kitartásod meg lesz-e, hogy megtanuld a játékot, mert onnantól kezdve jön az igazi jutalom. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet, hashtag macskabugyi, ha eljutottál a végére, csak azért, hogyha véleményt formálsz a kommentbe, akkor tudjam, hogy, hogy igen, eljutottál a végére. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!